DMS sorozat második etap. És akik látták az első részt, azok pontosan tudják, hogy a sorozatban olyan magyar cégeket mutatunk be, amik valamiféle különlegeset tudnak, és ennek megfelelően világszerte sikertörténetnek számítanak. Az első epizódban például egy olyan magyar céget, amelyik szennyvízből készít tisztítószert, és ez a tisztítószer itt megtalálható a DM-ben is. Ma pedig egy olyan másik magyar sikersztorit fogunk bemutatni, ami alapvetően egy sokak számára kétségbejtő helyzettel indul, hiszen főhősünket kirúgták az állásából, azonban ő ahelyett, hogy buslakodott volna, inkább felépített egy olyan céget a férjével, aminek ma már több mint 100 dolgozója és ilyen milliárdos árbevétele van. Szóval a mai adásban főzzünk szappant! I'm a little bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Nagyon jól nézel ki! Ez egy 2004-ben induló történet igazából. Akkor született a nagyobbik fiunk, és neki a születése után problémái voltak a bőrével. Kiütések keletkeztek rajta, és nagyon megijedtünk, de mint kiderült, ennek teljesen banális oka volt, ugyanis olyan öblítőt használtam, ami ilyen allergiás tüneteket okozott nála. Akkor kezdődött az, hogy azt mondtam drasztikusan, hogy ennek vége, és amit lehetett, azt mindent kidobáltam, és próbáltam helyettesíteni mindenféle természetes szerekkel. Ugye a Mannasz 2010-ben kezdődött, tehát ez az az időszak 2004-től 2010-ig egy ilyen igazából útkeresés volt, amiről még nem tudtam, hogy az. Egy idő után arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én csinálnám, hogyha nem találok olyat, ami jó, akkor csinálom én. Ezen a ponton, amikor megalkottad az első szappant, tudtad már, hogy egy nap ez lesz belőle, vagy akkor ez még abszolút csak a gyermekedről szólt, meg a szűkebb családról? Ez abszolút még arról szólt, nem volt mögötte semmiféle üzleti megfontolás. Szóval, hogy itt fogunk nekiállni, ugye? Hogy itt már elő van készítve minden? Igen, igyekeztünk ilyen főzős műsorhoz hasonlóan. Egy csipetnyi só, egy kis bors, ő mi? Józsi? Ő? Igen. Ugye a szappanfőzésnek az alapvető lényege az, hogy a zsírokat, olajokat, mi kizárólag növényi eredetűeket használunk, lúggal elszappanosítjuk. Már az ókorban rájöttek, hogy tisztább lesz a ruha, ha a folyó egy bizonyos pontján mossák. A folyó melletti dombon egykor ember áldozatokat végeztek. Az elégett hullák hamvai és a víz hamulúgot alkottak. Íme a lúg, fontos összetevő. Ez összekeveredett a hullák kiolvadt zsírjával és szappanként a folyóba csorgott. A növényi olajok zsírokban ugye a zsírsavak kötött formában vannak jelen, és a lúg abban segít, hogy ebből a kötött formából kiszabadítja, majd a lúgnak a nátrium tartalmával fog a nátrium sója keletkezni a zsírsavnak, és ez az, ami maga a szappan. A te feladatod igazából az lesz, hogy a lúgot hozzáöntöd a olajokhoz. Az illóolajok azok, amiket a végén adunk hozzá. De azt beszéltük, hogy te nem a... tehát, hogy te saját illatokkal készíteni. Hát, hogy valamit azért hozzáadunk, úgy, igen. Úgyhogy igazából készítettünk pár választási lehetőséget. Mindenféle és ebből illóolaj. Most te, igen, te rántott húsos van. Ki, hogy sajnos az nincsen meg vegán cégben. Been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better not touch the down. A repülőtéren dolgoztam. Igen, a repülőtéren, csak mi a jegykezelésben tulajdonképpen. És akkor ott egyszer csak szóltak, hogy már nincs meg ez az állás. Igen. Úgyhogy akkor elhatároztad, hogy... A második gyerekem születése után már nem tudtam volna visszamenni oda. Ehelyett akkor inkább csinálsz egy ilyen 100 pluszos céget. Történt ez, nem tudsz visszamenni dolgozni, de hogy ez nem elkeserített téged, hanem inkább valamiféle előnyt kovácsoltál ebből a helyzetből. Ha jól értem. Tulajdonképpen igen. De ez mi kell, hogy az ember ilyenkor ne beboruljon, hanem inkább a lehetőséget lássa meg egy rosszabb szituációban is? Alapvetően ilyen típus vagyok, hogy az azért sokat segít, meg hát ott volt mellettem a férjem, aki mindig mindenben támogat. Akkor ezeket most kezdjem el szaglászni? És hogyha valamelyik megtetszik, akkor rögtön azt az egyet kis választhatod. És... ez olyan, mint egy pálinka. Mi ez? Pálma, rózsa, illóolaj. Az a baj, hogy olyanok vannak itt körülöttem, akik baromira értenek ehhez, és már hülyének néznek, amikor azt mondom a pálmaolajra, hogy pálinka. Mindenféleképpen valamilyen citrusosra gondoltam. Igen, akkor erre a kettőre már le is szűkítettem. Igen, hát igen, de miért nem lehetne hozzá egy kis muskotály zsája is, bármi is az, nem? Kevésbé citrusos, de rakhatsz hozzá. A borsmenta meg a lime azok kizárják egymást? Nem. Nagyon kellemes. Jó, de nem fogkrémet csinálunk arra. Jó, igazad van. De nem baj, olyan frissítő hatású. Figyelj, én egy reggeli szappant fogok csinálni. Lime, grapefruit, borsmenta.
right in his face and tell that man bye bye. I'm too. Na mit gondolsz? Milyen? Mint a turborágónak. Imádom a rágónak. Jó, és akkor milyen lépések vezetnek el odáig, hogy az ember elhatározza, hogy akkor ezt már hivatásszerűen űzi, nem csak a családnak készít szappanokat, hogy eljussunk odáig, hogy néhány éve később van egy ilyen 900-es Facebook csoportjuk, a DM-ben ott vannak a termékeitek, több országban forgalmazzátok őket, szóval, hogy hogy lehet ilyen nagyjá válni néhány év alatt, oké, 10 év alatt, de mégiscsak viszonylag robbanásszerű volt a növekedés már az első években is. Igen. Hát erre elég egyszerű a válasz, csináltuk. Jó helyen, jó időben léptünk a piacra, jó termékkel, jó marketinggel. Mit tudott ez a termék, amit a többieké nem? Teljesen természetes alapanyagokból készül, és tényleg tiszta, mondjuk mi extra szűz olívaolajat használunk, nem pedig az olívaolajnak a legsilányabb fajtáját, hogyha lehet így mondani. És ebben tartjuk magunkat most is, hogy mindenből tényleg csak a legjobbat, csak a legjobból lehet csinálni. És volt egy nagyon fontos mottunk, ami a mai napig is a jelmondatunk tulajdonképpen, a vegyszermentesség. Amit érdemes ellenőrizni, hogy amikor így kiemeled, akkor hagyja nyomot a visszacsöpögő szappan. Aha, mert micsodán? Magán az eszközön? Nem, benne az anyagban. Ja, értem. Akkor tehát olyan, mint a majonéz készítés, ott is hasonlókat néz az ember. A máknak elsősorban ebben a szappanban ilyen enyhe bőrradírozó funkciója van. A dörzsölés miatt tettük. Ez itt az igazi keverőszó, amit én csináltam abban a kicsi kis lábosban, az valójában nyilván nem olyan méretekben valósul meg, hanem ilyen méretekben. Jaj, mennyi szappan! Csak ennek még ugye semmi illata nincsen, szóval az illatanyagok ezután kerülnek hozzá. Ez pontosan az, amit az előbb láttunk, ami volt a zsír és a... Lúg. Jó, hát figyelj, az, hogy ez a harmadik kör után már olyan nagyon sok újat nem tud mondani. A mai napig részösszen minden ment, tehát itt nincs olyan termék, ami nem ment volna át rajtad? Igen. Termékfejlesztésben igen. 100%-ig, úgyhogy én vagyok az első tesztelő. Tehát minden, ami kikerül innen, azt én tesztelem először. És most hányan vagytok? Mekkora a cég? Most nagyjából 100-an. 100-as a cég, és az árbevétel az meg hol is tart? Ilyen milliárdos nagyságrendű, nem? Igen. Tehát lehet mondani, hogy ez már túlnőtt a családi cég kategóriáján. Igen, talán, bár igazából a Volkswagen csoport is családi cég. I'm scared you're gonna blow your fuse. Come a little bit closer. Yeah. Jó illata van? A mester szerint is jó illata van. Szerinted? Nagyon kellemes. Két mester szerint is jó illata van. Akkor ezt simán így öntsem hozzá? Uh-huh. És közben kell turmixolni, vagy nincs utána ilyen elvárás? Utána még ezt is elkevered jó, benne. Jó, oké. Okay. Most történik a varázslat. Valami egészen új dolog jött létre. Az alkotás felhőtlen öröme. Menjen a turmix akkor, ugye? Honnan jött a név? Szóval ez a manna, ez miből jutott eszedbe? Gondolkoztam egy neven, hogy mi lehetne az, ami tényleg tükrözi ezt a filozófiát, és egyszerűen megálmodtam. Igen, lefeküdtél este és reggel, meg egyszer igen. Csak ott volt a fejedben, hogy manna? Igen, fölkeltem reggel, és kérdeztem a férjemtől, hogy mi lenne, hogyha manna lenne? És kérdezte hirtelen, nem tudta, hogy mi. Hát mondom, a szappan cég. És mondja, hogy jó. Szóval kávé 60% grapefruit, körülbelül olyan 30% citrus, vagy mi volt a neve? Már fóliát, lime, 10% borsmentát, titkos recept. Én mondtam az elején, hogy ne legyen benne borsmentát, de nem. In the back of my mind, there's someone waiting on me. You're just wasting my time, because you're scared and lonely. Tényleg jó. Tényleg jó? Tényleg? Jelágos. Tehát, hogy nem teljesen reménytelen? Tehát, hogy nem a katasztrófa kategória? Nem, tényleg? Nem, pedig a borsmenta néha kicsit erős szokott lenni szappanokba, de ez gratulál. Jaj, köszönöm szépen. Ugye nem tudom, hogy azon múlt-e, de hogy nagyon keveset adtam hozzá, meg gondolom a grapefruit és a lime az eleve egy ilyen erőteljes jó, dolog, nem? Az illatokat, de ehhez érzékel. Életem egyik nagy sikertörténete ez a mai nap. Ez majdnem akkora öröm, mint egykerekezni megtanulni. 2 óra alatt. Jézus. És akkor ezt most így kiöntöttük, és akkor innentől kezdve ennek száradnia kell, de hogy az nem egy ilyen 2 órás művelet, hanem... Hát,
Kettő-három hét. Igen, tehát hogy bár a műsor kimegy, viszont a szappan az majd a nyertesekhez később fog eljutni. Viszont ettől függetlenül megnézzük, hogy milyen az, amikor már megszárad, és hogyan lehet ezt szeletelni, vagy volt valami kifejezés itt nálatok, ami hát jobban vágás, leírta. Vágás. Sorjázás és csomagolás. Ja, az már egy következő lépés. Kipróbáljuk azt is odakint, és megnézzük, hogy milyen lesz ez, majd amikor be lesz csomagolva. Mert kap egy ilyen spéci matricát is. Yeah, I can finally start over, yeah. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Kérek egy osztályzatot. Mondjuk egy 10-ből. Hát egy 8-as. Itt egy kicsit. Hát ennyit nem is reméltem. Köszönöm szépen a tanítást, ennyivel is beljebb vagyok a szaponkészítésben. Itt egy ilyen rivális vállalkozás. Figyelj, illatanyagot megcsináltam, sorjázni tudok. Most már csak csomagolni kell megtanulni, és készen vagyunk. És az, hogy Robival készítettünk egy ilyen nagyon-nagyon spéci matricát is a saját szappanunkra, akkor még azt gondoltuk, hogy nagyon sokat fogunk készíteni, de valójában ugye 6 elég. Vagyis igazából Robi készítette, én csak küldtem magamról egy fotót. Úgyhogy, hát ezt most kivágjuk és ráragasztjuk az egyik szappanra, amiben nem a mi szappanunk van, de legalább látni fogjuk, hogy fog kinézni, amikor néhány hét múlva megérkezik a valódi saját szappanunk. Put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye bye, bye bye, bye bye. Here's to the memories. Na és most jön az a csomagolásban, ami a bors ment az illatanyagban. Az a kis plusz vagy mínusz nézőpont kérdése, amit mi vagyunk képesek berakni ennek a csodálatosan működő cégnek a mindennapjaiba, és amitől ez a szappan egyedi és összetéveszthetetlen lesz. És hát körülbelül néhány hét múlva elkészülnek azok a szappan minták is, amiket tényleg mi csináltunk, megszáradnak, csomagolják őket, rákrő ez a matrica, és akkor majd valamilyen módon visszatérünk valamelyik adásban arra, hogy azt a 4 szappant, amit kisorsolunk, azt milyen módon lehet megszerezni. De én nagyon örülök ennek, mondjad? Ez duplán egyedi. Nem csak, hogy egyedi rajta van pizza, hanem egyedi, nincs középen rajta. Ja, igen, tehát ez úgy van elrontva, hogy semmi más a világon. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, hogyha érdekel titeket ennek a cégnek a termék, akkor a videó alatti linken meg tudjátok nézni, és a DM-ekben is meg tudjátok vásárolni, és hát tudjátok, holnap találkozunk. Sziasztok! Jó, és mit üzensz azoknak, akik a második gyermeket születése után nem vettek vissza a céghez dolgozni? Köszönöm, vagy mit lehet ilyenkor mondani? Hát, igen, mondjuk, legyen az, köszönöm szépen. That's how you spell it. Bye bye, bye bye, bye bye.